Érdemkereszt átvette az elismerést dr. Csók Sándor, rongálás nyomoz a rendőrség az ürgemezei növénypusztítás miatt, együttműködés megállapodást írt alá Gerjen önkormányzata a Dunaújvárosi Egyetemmel. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket! Átvette a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést dr. Csók Sándor, nyugalmazott szülész, nőgyógyász, szakorvos. Mint ismert, a pandémia miatt a március 15-i nemzeti ünnepen személyesen nem osztották ki a kitüntetéseket. Május 27-én viszont az elismeréssel járó oklevelet Süli János miniszter, az érdemkeresztet pedig Szabó Péter Paks polgármestere adta át dr. Csók Sándornak az Erzsébet nagy szállodában. A paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe, magas színvonalú szakorvosi munkája, valamint fáradhatatlanul végzett család és nővédelmi missziója elismeréseként dr. Csók Sándor, nyugalmazott szülésznőgyógyász szakorvos, a Paksi Család és Nővédelmi Tanácsadó volt vezetője részére a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök március 15-én. A kitüntetettet Süli János miniszter köszöntötte május 27-én az Erzsébet nagy szállodában. Március 15-én még a járvány nem tette lehetővé, hogy ezt a kitüntetést, amit kiérdemeltél hosszú, megfontolt munkától, és ugye mint példaként is állítható vagy a város polgára jelölt, de a magyar egészségügy dolgozó elé is, akik most kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a Covid járvány felszámolásában, innen is köszönjük ők nekik a munkát. A kormány március 15-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesít, fogad tőlünk nagy tisztelettel. Az elismeréssel járó oklevelet a miniszter adta át dr. Csók Sándornak. Fogad gratulációmat, további jó egészséget, és hosszú, boldog életet még. Köszönöm. Az Arany Érdemkeresztet Szabó Péter Paks polgármestere nyújtotta át dr. Csók Sándornak, majd átadták számára a város ajándékát, és köszöntötték a kíséretében jelenlevő feleségét, Bozoki Ilonát is. Igen nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és mély hálával szeretnék köszönetet mondani ezért az óriási megtiszteltetésért, ami engem ismételten ért. Dr. Csók Sándor köszönetet mondott a város jelenlegi vezetésének azért a támogatásért, elismerésért, amit irányában tanúsít, mindenkinek az övéhez hasonló hosszú és boldog életet kívánt, majd Süli Jánoshoz intézte szavait. Gratulálok azért, hogy ha körülnéz az ember Paks környékén, mindenütt már az atomerőmű építéséhez szükséges anyagot látja. Bár tökéletesnek mondható a magyar energiaellátás az meglévő atomerőmű következtében is, de ez az új erőmű még fokozni fogja az ország energiai ellátását, és fokozni fogja az ország nemzetközi tekintélyét is. Hozzátette, feleségével aggódtak a miniszter állapotáért, Süli János koronavírus megbetegedése alatt, és imádkoztak érte. Az ünnepségen, melyet vacsora zárt, jelen volt dr. Becskeházi Attila és Kovács Pál államtitkár is. A Csámpai Közösségi Ház klimatizálása, kosárlabda palánkok és kézilabda kapuk telepítése, valamint a csámpai buszmegállóban pad kihelyezése mind a közeljövőben megvalósuló fejlesztés a település részen. A projekt meghaladja a bruttó 2,5 millió forintot. A rész önkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a település részek testületei döntenek. A keret 60%-át felújításra, a fennmaradó részt pedig működésre fordíthatják. Csámpán többek közt kültéri játékokat helyeznek majd ki, így Hinta, Kismozdony és Rugos szörf is várja majd a legkisebbeket a közösségi ház udvarán. Az épület klimatizálása az idei évben bruttó 524 000 forintból valósul meg. A klíma kettős feladatot fog ellátni, mert a fűtésünk eléggé, hogy mondjam, időigényes, mert fával fűtünk, aztán az ügyfélfogadási napon is mindig van panasz arra, hogyha már a tél olyan hideggé válik, akkor nincs megfelelő hőmérséklet.
Hát ezen szeretnénk ezzel a berendezéssel javítani. A fejlesztések sora egy pad kihelyezéssel folytatódott, a buszmegállóban már megtalálható az utcabútor. Megérkezett, és az összeszerelése is megtörtént annak a két kézilabda kapunak, valamint két kosárlabda paláknak, amit hamarosan szintén a közösségi ház udvarán állítanak fel a szakemberek. Tervezzük elindítani a melléképületünknek a eltávolítását, mert ez itt, hogy mondjam, nem szépe és nem tájba illő talán, hanem ronda, és hát ennek a látványát akarjuk megszüntetni, és a helyére tervezünk a jövő évi költségvetés terhére egy faszerkezetes nagy teraszt. A település részen az idei évben megvalósuló projektek meghaladják a bruttó 2,5 millió forintot. Szabó Péter polgármester a csámpai fejlesztésekről az elismerés hangján beszélt a Telepaks legutóbbi közéleti magazinjában. Nagyon jól sáfárkodik, ha lehet így fogalmazni, Fej József úr, aki ugye a csámpaiakat képviseli jelenleg a részönkormányzatban. A település részen az idei évben is több kulturális eseményt terveznek, így a csámpai nosztalgia találkozót. A programokról részleteket jövő héten láthatnak a Paksi Televízióban. Lezárult a gyűjtés, mintegy 500 000 forinttal segítette Paksváros önkormányzata azt az akciót, amelyet a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére indított el a Tolna megyei önkormányzat és a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat. Az egykori romok helyén így újraépülhetnek a falak Petrinya városában. A jótékonysági akcióról a szervezők pénteken sajtótájékoztatón számoltak be. Összegyűltek az adományok, hamarosan eljutatják azt a 500 000 forintot Petrinyának, amelyet a Tolna megyei önkormányzat és a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat összefogásában gyűjtöttek a horvátországi földrengés károsultjainak az elmúlt hónapokban. Ilyen akciója nem volt még a megyének, ezért is sajátos, és igazából egy próba volt számunkra, hogy hogyan viszonyul a megye egy ilyen akcióhoz, de fontosnak tartottuk közösen, hogy ne maradjunk tétlenek egy ilyen helyzetben, és mindenképpen szólítsuk fel a megye településeit arra, hogy mindenki az erejéhez képest szolidaritásból, együttérzésből járuljon hozzá. Elsősorban egyébként a felállás miatt önkormányzatok voltak a célok, hogy kérjük a segítségeket, de természetesen magánszemélyek és vállalkozások is részt vettek ebben és jelentkeztek. Az összegek rendkívül eltérőek, mindennek örültünk, a legapróbbtól kezdve a nagyobb összegekig, és nyugodtan elmondhatom, tehát ahogyan megegyeztünk, számokat igazából nem akarunk mondani, hogy nem is illik egy ilyen gyűjtésnél, hogy a elnök úr mondta, viszont azt bátran elmondhatom, mert azért ez egy nagyon nagy köszönet jelenti Paks városának, aki a legnagyobb volt ebben az akcióban, és 500 000 forintot segítette ezt az akciót. A 6,4-es erősségű földrengés 2020. december 29-én rázta meg Horvátországot, az epicentrum Petrinya mellett volt. A városban sok helyen megnyílt a föld, és épületek falai omlottak le. A földrengés középületeket, oktatási intézményeket és templomokat is megrongált. Az eddigi adatok szerint mintegy 50 000 ember szenvedett jelentős károkat. A Tolna megyei pénzadománynak köszönhetően az egykori romok helyén újraépülhetnek az intézmények falai. Az volt a célunk, hogy fölvejével majd a kapcsolatot itt a horvát konzulátuson keresztül és direktben is vetünk a városával, hogy azt szeretnénk, hogy ennek a gyűjtésnek a hozadéka, ez a támogatás, ezt egy megnevezett közintézményre fordítsa, tehát ők választanak természetesen, nekünk semmilyen feltételünk ebben nincs Petrinya városa fele, hanem csak annyi, hogy nevezzék meg, hogy erre fordítottak rá. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, szeretnék gyakorlatba ültetni a megyében, hogy a lakosok segítőkezet nyújtsanak a bajba jutottakon. A gyors segítség és a jó hozzáállás mindenkinek sokat jelent egy ilyen helyzetben. A megyében is a szélsőséges időjárás kapcsán egy-egy település károsult, akár háztetők szélvihar miatt, vagy a
záporok miatt történhetnek károk, és ilyenkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, törődjünk egymással, és minél gyorsabban segítsünk a bajba jutottakon. Számítanak arra, hogy a horvátországi várossal a szolidaritás által szorosabb lesz a kapcsolat, hangsúlyozta Orbán Attila. Elrendelte a nyomozást a rendőrség az ürgemezei rongálás ügyében. Csütörtökön számoltunk be róla, hogy valaki tönkretett több mint 400 vízi növényt. A mocsári boglárkákat, íriszeket, nád és fűféléket szerdán telepítette a DC Dunakom ZRT, de csütörtökre a növényeknek hűlt helye maradt. A tó mentén kiürített és eldobált virágkaspók jelezték a pusztítást, akár a növényekkel és a telepítés díjával megközelítette az 1 millió forintot. Szerkesztőségünkbe levelet küldött egy szemtanú, aki azt írta, a tó melletti futópályáról látta, hogy 5 év körüli gyermekek fekete virágcserepeket dobálnak a vízbe. Hozzátette, hogy tanúskodott már a kapitányságon. Megkeresésünkre a rendőrség azt közölte, vizsgálják az esetet, rongálás miatt ismeretlen tettes ellen zajlik a nyomozás. Együttműködési megállapodást írt alá Gerjen önkormányzata a Dunaújvárosi Egyetemmel május 27-én a Fejér megyei városban. A szakmai összefogás célja többek között a térség és település fejlesztés, a lakosságszám növelése, valamint a gerjeni gyermekek tanulmányi lehetőségeinek kiszélesítése. Hazánk legnagyobb stratégiai beruházása zajlik Pakson, amelynek egyik kulcskérdése, hogyan leszünk képesek Magyarország ellátásbiztonságát szolgáló új atomerőművet megépíteni, mondta Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár azon az eseményen, amelyen együttműködési megállapodást írt alá Gerjen önkormányzata és a Dunaújvárosi Egyetem. Alapvető fontosságú az, hogy a jövő munkaerő igényét azt innen a régióból próbáljuk meg elnyerni, kialakítani, kifejleszteni, kitanítani erre a nagyon fontos szakmára, ami most ugye a Dunaújvárosi Egyetem jövőjének az alakításával egy egészen új keretet fog kapni, és ebben az egyetem is kulcsszerepet fog kapni. Gerje részére fontos, hogy fejlődni tudjon, ebben az oktatásnak jelentős szerepe van, tette hozzá az államtitkár. Az egyetem profiljához illeszkedő oktatási, kutatási és továbbképzési sarokpontok mellett ezeken túlmutató kérdéseket is a megállapodásba foglaltak. Egy önkormányzattal olyan konkrétumokról tudunk megállapodni, mint például az, hogy a hallgatóink, a végzett hallgatóink, azok kedvezményesen letelepedhetnek, és nyilván az új fókuszunknak megfelelően, a paksi fókusznak megfelelően egyszerre jelenik meg egy élhetési lehetőség, egy élettér, egy nagyon szép zöldövezeti fejlődő településen, és mellett egy szakmai lehetőség, amely tényleg karnyújtásnyira van Gerjentől, a paksi fejlesztés. Gerjen életében történelmi pillanat a megállapodás aláírása, hangsúlyozta a település polgármestere. A gerjeni gyerekek nagyon sokat tudnak profitálni ebből a lehetőségből, hiszen megkülönböztetett figyelmet fognak kapni a Dunaújvárosi Egyetemen, adott esetben kedvezményes kollégiumi férőhelyekkel, vagy az oktatásban különböző oktatási programokon történő plusz részvételi vagy kedvezményes részvételi lehetőség mellett. Úgyhogy azt mondhatom, hogy amit eddig az elmúlt években, elmúlt 5-6 évben mondjuk dolgoztunk azon, hogy a gerjeni gyerekek helyzet előnyözőssenek, eddig ugye nemzetközi kapcsolatok révén tudtuk ezt megteremteni. Most azt mondhatom, hogy az oktatási területen is egy olyan lehetőséget kapnak ezek a gyerekek, hogy könnyebben el fognak tudni indulni az életbe. A megállapodást valódi tartalommal és programelemekkel szeretnénk megtölteni. A polgármester bízik benne, hogy ennek már rövid távon is lesznek látható jelei. 5 oltóbuszt fejlesztett ki a Magyar Honvédség az oltási feladatok végrehajtására. Az egészségügyi szakemberek a mobil oltóállomásokon ezidáig 24 ezer embert oltottak be. A napokban egy ilyen járművet tekintett meg az országos tiszti főorvos Faddon. Müller Cecília a látogatás alkalmával a megyei kormány megbízottal is egyeztetett. Magyarország nagyon sikeres a védőoltások beadása terén, ezt az országos tiszti főorvos mondta Faddi látogatásán. Müller Cecília személyesen tekintette meg a Magyar Honvédség által kifejlesztett oltóbuszt, amelyen ezidáig 24 ezeren szereztek védettséget. Örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy már maszk nélkül beszélgethetünk, és ilyen sokan felvették az oltást.
Müller Cecília hozzátette, a beoltottak száma már bőven meghaladja az 5 milliót, és hangsúlyozta a második oltás fontosságát, hiszen csak az nyújt teljes, hosszantartó védettséget. Bátorítani szeretném még mindig a kételkedőket, hiszen most már nem csak hinni kell a szakembereknek, hanem a saját tapasztalatunk is azt mutatja ilyen hosszú idő után, hogy ezek az oltások valóban hatásosak és biztonságosak. Ez az útja a járványból kivezető létünknek, és szeretnénk mind-mind újra a családunkkal, a barátainkkal, a közösségeinkkel újra találkozni, és ugyanúgy élni, mint az előtt. Az egészségügyi szakemberek a mobil oltóállomások egyidejű alkalmazásával buszonként 180, összesen mintegy 900 ember immunizálását tudják elvégezni naponta. Összesen 1836 embernek a beoltása fog megtörténni, és ezzel én azt gondolom, hogy jelentősen megnövekszik azoknak a száma Tolna megyében, akiket másodszor is beoltottak. Szeretném megköszönni először is Müller Cecília főorvosasszonynak, hogy ellátogatott hozzánk, illetve természetesen nagyon örülünk annak, és köszönjük szépen, hogy a honvédség fölvállalta a Tolna megyei embereknek az oltását, már másodszorra, és minden polgármesternek szeretném megköszönni a munkáját azzal kapcsolatban, amit az oltás során itt annak eredményessége érdekében segítettek. Az előírások szerint az oltás beadásához orvos szükséges, így buszonként átlagosan 10 egészségügyi szakember vesz részt a feladatban, adta hírül a koronavírus.gov.hu portál. Pénteken este gomoly felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-11 fok között alakul. A hétvégén napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, szombat és vasárnap nagy részben változóan felhős lesz az ég, délután zápor előfordulhat, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérsékletek 19-22 fok között alakulnak. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!